Nagy szeretettel köszöntelek benneteket! Ez a mai nap egy fantasztikus nap, mert olyan bizonságot fogunk hallani, ami, amit Isten cselekedett ezekben az években. Az elmúlt időszakban sokszor esett arról, hogy hogyan kell kijönni a félelemből, a rettegésből, a nehéz, elhetetlenül élethelyzetekből. Egy olyan történetet fogtok meghallani Adrienn-től, aminél jobban elhetetlenedettebb élethelyzetet elképzelni se nagyon lehet. 2008-ban volt, amikor egy zsidó ügyvéd barátom hívott telefonon, hogy látogassunk meg egy családot, tegyünk egy jó cselekedetet velük, mert ott van három gyermeke az Adriennek, Adrienne néhány hét múlva halott lesz, és szeretnének, hogyha jól ellenének helyezve a gyerekek az árvák. És akkor mondtam, én elmegyek szívesen, de én nem azért megyek, hogy az árvákat segítsünk elhelyezni, hanem hogy imádkozzak, hogy az Úr Jézus neve csodát tegyen az Adriennel is. Ennek most már a 13. éve, és nagyon nagy csodát tett Isten. Hallgassátok meg Adriánt, hogy mi történt veled. Köszönöm a lehetőséget, és szeretettel köszöntöm mindazokat, akik ezt most nézik vagy hallják, ezt a bizonyságtevést. Először is szeretném megköszönni nagy József pásztornak az életmentő prédikációt és kézrátétel való imát. Szeretném megköszönni a híd gyülekezetének és a pásztoroknak, Sándor pásztornak a személyét, a szolgálati ajándékoknak az odaszánt életét. És szeretném megköszönni édesanyámnak, hogy megszült meg egyáltalán, hogy itt lehetek élve, és bizonyságot tehetek most önöknek, nektek, akik ezt hallják, vagy vagy nézik ezt a bizonyságtevést. Valóban 2008. február 28-án sikerült megtérnem, Isten kegyelme elérte az életemet. Egy rövid előzményt hozzátennék ahhoz, hogy a gyógyulásos bizonyságnak a gyökerét hogy meg tudjuk azt célozni, hogy egy szklerózis multiplex betegségből szabadított meg az Úr Názáreti Jézus Krisztus. Ez egy súlyos izomsorvadásos betegség, egy autoimmun betegség, amiben a, az immunrendszer nem a baktériumok és a vírusok támadását győzi le, hanem neki fordul a szervezetnek, és megeszik a fehér vérsejtek az idegpályát borító mielint állományt, és emiatt az ingerület az agyból nem tud lejutni a, mozgató izmokhoz, egyáltalán életmentő szervekhez, és nekem is ez a betegség volt 2007 októberében a diagnózis, amikor a utolsó lélegzetemet is vakon bénán kifújtam az Uzsoki utcai kórházba. Az előzményhez még az hozzá tartozik, és ez most a bizonyság egy nagyon fontos része, hogy három gyermeket szültem természetes úton, kétszer elváltam, az apám a kulturális életben Magyarországon egy híres ember volt, egy nagyon megkímélt életet éltem. Tulajdonképpen mindig a saját kapcsolataimban, családi kapcsolatokban, illetve a képességeimben bíztam. Ami nagyon fontos, hogy jó egzisztenciális körülmények között éltünk és magunkban bíztunk de uh, hittetlenül hitetlenül éltünk, jártam nagyobb ünnepekkor a zsinagógába, minden uh, jomkipúrkor ott voltunk, meg minden pészákkor időnként azért szombaton is elmentünk, zsidó háttérből, de teljesen kozmopolita, vallástalan háttérből jöttem, és a gyerekeim is a zsidó gimnáziumban, a 12 osztályosban tanultak, és a judaizmuson nőttek föl. Uh, ez azért fontos a bizonyság tevéshez, mert most már új szívem van, és uh, el tudom mondani élve ezt az örömhírt, hogy van szövetség meg új szövetség, és az egész, egész, egész az Jézus Krisztus, a názáreti Jézus Krisztus. Az előzményhez hozzá tartozik, hogy 2007. február elején a hazajöttem egy, egy hónapos indiai körutazásból, és február elején egy nagyon súlyos hasmenéssel és egyébbekkel egyébként egy nagyon magas színvonalú üzleti partnerekkel körutazáson voltam. Ötcsillagos szállodákba csak ott étkeztünk. Májusban ö, ö, már lehetett tapasztalni ennek az utazásnak a következményeit fizikálisan is. Én dolgoztam tovább a saját cégemben, és, és 2007-ben, augusztusban az Egyetemista Főiskolai Turisztikai Találkozón, megbotlottam egy valami kis görönybe a földön, és összeestem, és összeroppantak a hátközépi csigolyáim. Onnan leállt minden életfunkció a, a alsó végtagokban, teljes érzésvesztés felszállítottak az amerikai úti idegsebészetre, akkor az ügyeletes kórházba, onnan átküldtek a mágneses rezonancia felvételre a MÁV laborba, ott volt éjszaka ilyen mágneses rezonancia felvétel soron kívül, betoltak ebbe a gépbe, és meg Alapították, hogy a hátközépi csigolyám a 11-es az balról jobb irányba kiszaladt a helyéről, és azonnal egy fixációs műtétet kell csinálni, hogy egyáltalán életben maradjak, illetve a lábaimat későbbiek folyamán tudjam érezni és használni. Három gyerekes anyaként már nagyon sok sportsérülésen túl voltam, meg valahogy bíztam az orvosokban, meg abban, hogy majd ez is megoldódik valahogy a műtét 8 és fél órás volt, importálni kellett egy ilyen titán fixációs csigolyát lemezt a hátamba, ez pont a szívemnek a háta mögött van ez a szakasz, és utána morfiumos kezelést kaptam, mert olyan brutális fájdalmakkal ébredtem föl, azt mondták ott az orvosok, hogy lehet, hogy a fájdalom miután az összes kilépő fájdalom ideg azon a csigolya szakaszon van, a fájdalom miatt nem fogom tudni feldolgozni ezt a folyamatot, és meghalok. Nem ez történt, most már tudom, hogy hála Istennek, hogy rajtam volt Isten kegyelme, akkor is, de mikor lett volna a 6-7-es műtéti kontroll, hogy stabil az állapotomat egy otthoni ellátással, akkor megvakultam teljesen a bal szememre 48 órán belül, a jobbra félig, és a, lehet azt mondani, amit itt pásztorom is mondott, nem egy kicsit előbb, amikor imádkoztunk, hogy le vannak krízis helyzetek, meg összetört életek, akkor lehet azt mondani, hogy az ember tényleg összetörik így csigolya szinten is, meg gerinc szinten is, de utána még lehet még, még mélyebb helyzetbe kerülni, akkor ott az amerikai úti idegsebészeten azt gondolták, hogy ez nem a műtétnek a következménye, hogy a, a, a bal arc lebénult, hogy megvakultam a bal szememre, hanem ott kértek egy konziliumot a szemész főorvosnőtől, és ő egy tomográf felvételt javasolt rögtön ott a kórházon belül, ez a műtét után 5 héttel volt, és, és ott kimutatták, hogy, hogy több gótszú, szklerózis multiplex ötödik fázisú lefolyású rohamában vagyok benne, azonnal fölhívták a a Zuglóban van az a kórház, fölhívták a, a utcai kórházba, a Szklerózis Multiplex központba ö, dr. Jakab Gábor főorvost, és át is szállítottak oda. A kórház folyosónán kifújtam az utolsó lélegzetemet, a, egy életmentő lökés terápiával stabilizálták az állapotomat, és tulajdonképpen azt lehet mondani most egy ilyen filmben is, hogy mi ez egy bizonyságtevés kamera előtt, hogy ott volt nekem az a filmszakadás, szakadás, amire azt mondják az emberek, hogy nincs visszaút, nincs megoldás, mindenki azt mond, amit akar, nyilvánvaló épp tudattal, levegő nélkül meg fogok halni. Tudtam, mi a szklerózis multiplex, hallottam erről a betegségről, azt is tudtam, hogy nagyon rosszak a lehetőségek, a gyógyulásra, sőt tulajdonképpen semmi, ezzel nem szeretném az orvostudományt, meg a mostani kutatásokat így ö, ö, lejjebb sorolni, rangsorolni. Az biztos, hogy, ö, hogy számomra akkor az a lelki állapot, meg az a krízishelyzet, meg a műtét, meg a, az maga a diagnózis, az egy olyan sor, ez sorscsapás volt az életemben. A három gyerekemet egyedül neveltem, 17-16-15 évesek voltak akkor, és tulajdonképpen eljutottam az életembe ahhoz a helyzethez, amire azt mondják, hogy valódi krízis helyzet. Na most jön, jön, jön a jó része a bizonyságnak, jártak hozzám a magyar zsidó hitközségtől, rabbi segítettek, hoztak gyümölcsöt gyerekeknek beszéltek az Ószövetségről, a Tóráról, meg arról, hogy hát majd persze lesz feltámadás, meg majd jön a messiás. Na most abban a helyzetben nekem nem, hogy messiás képem nem volt, nekem hitképem nem volt. Én meg voltam róla győződve, hogy Isten nincs sátán van, Isten nincs. Arról, abba biztos voltam, hogy előtte évben Jom kipúrkor, amikor ben voltam a zsinagógába, és akkor már nem voltam, hanem vittek betegen, és elszórtam a, a, kis morzsáimat a Rákospatak partján, kivittek oda a barátok, még a gerincműtét után, hogy hát, ha talán jobb lesz az életem, de hát nem lettem beírva az életkönyvébe, hanem az ítéletkönyvébe, de hát ezekkel a gondolatokkal minden, minden kialakult ott az életemben, csak nem az, amit úgy hívunk, hogy remény meg ígéret, meg jó jövőkép. A gyerekeim ö, ö, még nagyobb traumát szenvedtek lelkileg, mint én, mert, mert ők egy kibontakozó személyiség, kamaszkorban az egyetlen egy bázis, ami az anyja volt, azt elveszítik, hát ez csak a mindenható Isten tudja náluk majd ezt, ezt az egész területet rehabilitálni és meggyógyítani. Ekkor ebben a pillanatban, amikor, amikor lemondtak rólam az orvosok, amikor ellátták a családot az orvosi segítséggel, utasítással, önkormányzat, magyar zsidó hitközség, gyámügyi eljárás, mentek be a zárójelentések a magyar zsidó hitközség ügyvédi irodájába, a temetkezési része a, a zsidó hitközségnek, a Kadisa, ők is már elő, elő vették, hogy hol és akkor miként és milyen temetkezési hely és hogyan leszek eltemetve, méretvétel akkor az akkori ö, ö, állapotomról, milyen magas vagyok, stb. De ö, azt nem gondoltam, hogy jön egy telefon. Volt nálam a Csernus doktor főnöke, nagy, nagyon híres, mai napok is egy nagyon híres médiaszemélyiség, pszichiáter, orvos, különböző okkultisták, a buddhista, brámanista, hinduista, taoista, nepáli, nem tudom, nepáli szerzetes nem volt nálam, de lehet, hogy volt csak áruhá, áruhába, minden volt a lakásban, meg a kórházi ágya mellett, ahol próbáltak segítséget nyújtani, barátok, ismerősök, írótársak, üzlettársak, és akkor jött egy telefon a barátnőmtől, Amiben a következő volt, a, a telefon, fel tudtam emelni, a barkarom egy kicsit mozgott, talán egy pohár vizet meg tudtam emelni, és azt mondta a telefonban a barátnőm, hogy ő bent van, a, éppen a hitkösségen, az ügyvédi, ügyvédi irodában van, és hogy ott ül egy ember, akit úgy hívnak, hogy Nagy József Pásztor, és nagyon szereti őt a Tomi, az ügyvédünk, és, és azt kéri, hogy eljöhetnének-e hozzám szívesen meglátogatnának ők is engem, hát akkor már nem tudom, ki nem volt nálam, Magyarország összes természetgyógyásza, meg természetgyógyász orvosa, meg médikus masszőre, meg nem tudom, tehát nem is tudom, hogy van-e olyan, ami, aki nem volt jogi nagymester, egyebek, és akkor fölhív a barátnőm, hogy hát eljönnének meglátogatni Nagy József pásztor, és a felesége, sőt keresztények, Hát úgy voltam akkor vele, hogy most van a vég, tehát eddig nem voltam nem haltam meg, akkor biztos, hogy apokalipszis, vagy valami ilyen dolog fog történni, mert én ott haldoklok, és, és akkor a vége az, hogy a, a, magyar zsidó hitközségtől jönnek a keresztények, hát azt mondtam, hogy ez már a világ vicce nem, hogy nem hittem, csak akkor tényleg humoros volt már egy kicsikét, és az a mérhetetlen, mély, keserű cinizmus, ami az emberben, minden emberben létrejön egy ilyen betegség kapcsán, amikor nem tudja megoldani az életét, pláne a környezetét, az szerintem a köbön volt, tehát a tetőfokára hágott, és, és ezzel a szóval, hogy azt mondták, hogy jönnek a keresztények, nekem minden, minden rossz gondolatom eszembe jutott, voltunk mi a zsidók, meg voltak a keresztények, körülbelül ez, a, ez volt az akkori, most jó értelemben mondom, fajelmélet, és mindenki tudja, hogy szeretetből mondtam, hogy vagyunk mi, meg ami mi fajtánk, meg vannak a keresztények, és azoktól semmi jó nem származik. Na ehhez képest természetesen akkor mit tudtam mondani, úgy gondoltam, hogy jönnek a bazilikából, vagy a Mátyás templomból valami hosszú reverendába, vagy itt füstölővel, mint a filmekben, feldobják az utolsó kenetet, és tényleg vége van, és nem, hogy még vége is van, még jó, meg is szégyenültünk, és ennyit erről az egész a múltunkról, meg a kivonulásról, meg a zsidóságról. Most jönnek a keresztények, és feldobják az utolsó kenetet. Hát az történt következő hét szerdán megérkezett a, 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 az ágyamhoz. Nagy József pásztor és felesége a jobb szememmel láttam a ballal semmit, és ott feküdtem, és megérkezett és belépett az ajtón egy házaspár, keresztény házaspár, Erika a feleség egy olyan típusú hölgy, mint én, nagyon közelebb, közelebb be is került hozzám a szívembe, láttam, hogy nem, nincs reverenda, meg, meg, nem voltak ilyen vallásos ceremóniák, meg semmi extra, annyit mondtak nekem, hogy áldjon az úr Adrián, és milyen köszönés, ez milyen úr, Erika leült a lábamhoz, József Pásztor egy székre, és köszöntöttek engem az Úr Jézus Krisztus nevében, és bizonyságot tettek a zsidók királyáról, Jézus Krisztusról, a messiásról, hogy van megoldás az én életemre, hogy ki vagyok szabadítva ebből a jelen való gonosz világból, a hit származik, és tulajdonképpen úgy beszélt ez a házaspár hozzám akkor az Isten igényéről, hogy nem csak a zsidóság elevenedett meg az életembe és a zsidóságnak az értelme, hanem belépett az ajtón a keresztények által Jeruzsálem. <laughs> Úgy beszéltek a proféciákról, úgy beszéltek Izraelről, Jeruzsálemről, a zsidóságról, a kereszténységről, hogy az egész egy, hogy én meg voltam döbbenve, hogy hogy létezik, hogy, hogy ezeknek az embereknek a beszéde ilyen erőt és ilyen szentséget és igazságot képvisel. József Pásztor azt mondta, hogy a hithallásból hallásból származik, a hallás pedig az Isten igéjéből, Isten beszédéből és szívvel hiszünk az igazságra, és szájjal teszünk megvallást az üdvösségre, a gyógyulásra és a szabadulásra, az üdvösséghez vezető egyetlen út, a názáreti Jézus Krisztuson keresztül vezet, ő az Istennek a báránya, ő a páska bárány, ő lett megáldozva az egész világ bűneiért, és hogyha én a szívemben valódi kincset szeretnék, akkor Jézus Krisztus be kell fogadni a szívembe, mert akkor ez a kincs valóságá válik az én életembe is, és új szövetséget kötött a mindenható Isten Izraelnek a házával, és ebben a szövetségben már a kőszív új szívet kaptunk, és a szívünk hústáblájára lett beírva az Istennek a beszéde. Elmondta, hogy Ézsajás proféta, és megprofétálta, hogy betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozta, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik, kínosztatik Istentől, ő megsebesítetett a mi bűneinkért, és megrontatott a mi védkeinkért, és a békességünk rajta van, az ő sebeivel gyógyultunk meg, 2000 évvel ezelőtt a Golgotai kereszten ott van minden embernek minden sorscsapása, minden védke, minden átka, és Jézus Krisztus bűnné lett, nem kell nekem bűnösként élni, nem kell haldokolni, nem kell betegnek lenni, mert Jézus Krisztus magára vette nem csak az én problémáimat, hanem az, a világ, az összes ember és a világ összes bűnét majd bizonyságot tettek Jézus Krisztus szeméről. Nekem nagyon rossz volt az, hogy mindig Jézust hallgatni, hogy mindig Jézus, mindig Jézus. Nekem Jézusról előtte minden jó eszembe, minden rossz eszembe jutott, és nem jó, de legfőképpen a halál. Meg voltam róla győződve, hogy ha még valamit rá lehetett rakni egy lapáttal az életünkbe a 20. században, azt a keresztényeknek köszönhetjük. Minden olyan traumát, ami az első világháborúban, a második világháborúban, és egyáltalán a zsidó néppel történt. Most mindegy, hogy is materialista, materialista vagy vallásos zsidóról beszélünk, a nép egy, és mi sok jót nem várhatunk a keresztényektől, persze udvariasan az egymás mellett ér, és normális, hogy ne legyen, legyen békesség, ebben együtt éltünk, de nekem jó nem fog jönni Jézus Krisztustól. Na most Jézusról, mint mesiásról így beszélni, akkor hallottam életemben először, egy házas pártól, akik öt, gyereke, öt, gyerekes család, ma már sok unoka is van, meg, meg a hűség, a mintaképe, a, a hit a hűség, és a bizalom egy szó a héberbe, és most már én is tudom mondani magyarul is, héberül is, hogy van hitem, és hogy hiszek Jézus Krisztusban. Megkérdezte József pásztor akkor, hogy imádkozhatnak-e értem kézrátétellel, de előtte meg kéne, hogy térjek, és be kéne, hogy fogadjam Jézus Krisztus a szívembe. Hát nagy csata volt, mert nyilvánvaló, hogyha Jézus Krisztus bejön a szívembe, akkor akkor nem lehet többet hátra nézni. Szóval megtérés, a megtérés, a, megtérés válasz Istennek az megtérés, nem csak az Ószövetségben, hanem azt világosan látszott, hogy egy mennyei levelet kaptam, az ajtón bejött két mennyei levél, és ők Istennek a küldötei, nem lesz több küldött, nem lesz több levél, és, és akkor kaptam kegyelmet a mindenhatótól elmondani ezt a megtérő imát, a befogadó imát és akkor Jézus Krisztus beköltözött a szívembe, megbocsájtotta a bűneimet, valóságban átéltem a bűnbocsánatot, óriási, óriási terhek szakadtak le rólam, nem is tudom, nem tudom szavakkal kifejezni azt, amit akkor átéltem, amikor elmondtam ezt az imát, hiszen ezt, az, ezt, ezt a vért Jézus Krisztus a bűnök bocsánatáért ontotta ki, mert nincs bűnbocsánat vérontás nélkül. És József Pásztor, hogy beszélt akkor az Exodusról, mint mondtam az előbb, a proféciákról, az Exodusról, hát megelevenedett a szemöldök a vér. Tehát, hogy ezt a vért az oltára adtam, hogy legyen engesztelésül, nem csak a személyemnek, hanem az egész családnak, a népnek, a házunk népének. És az a vér olyan, olyan erővel élt akkor ott az életembe, a szívembe, hogy amikor az új szövetséget a Mindenható úgy kötöttem meg, hogy ráadásul nekem kellett, nekem kellett beszélni az utolsó leheletemmel, el tudtam mondani, akkor pont lélegeztem, pont nem voltam olyan traumás állapotban, mert visszaállt a légzésem is ha leállt volna újra, akkor nem tudták volna megismételni a lökés terápiát, azt mondták, mert májkómába halok meg azonnal. Az utolsó másodpercek, utolsó leheletével kaptam lehetőséget arra, hogy Isten megbocsássa a bűneimet, és megbocsájtotta, csak hogy én azt mondjam, hogy elfogadlak Jézus Krisztus megváltomnak, szabadítomnak, gyógyítomnak, a zsidó királyának, messiásának, és van uram, és akkor imádkoztak József Pásztor, egy kézrátértel értem, és rám tette a kezét József Pásztor, és olyan erő de a fejem búvjától a talpam aljáig, hogy a lábaim, amit azok a kilenc hónapja nem éreztem, azokban életárat is. Éreztem a sejteimet, éreztem a tagjaimat, éreztem az izmaimat. Mondtam a pásztoromnak, hogy én, én érzem a lábamat, és akkor József pásztor mondta, hogy hát akkor keljél föl az Úr Jézus nevébe, és járj! És az első lépések ezzel a lábak kikerültek az ágyszéle, de onnan sikerült fölállni, és sikerült elindulni, és tényleg hatalmas szent szellem, hatalmas az Úr, hogy megerősítette a lábamat, és elindultam. És most így röviden befejezve a bizonyságomat, nem tudom, mennyi idő maradt még így, de talán öt percben összefoglalnám, hogy elindultak a lábaim, és Jézus, Jézus indította el a lábaimat, a megtérés kegyelme, a benne lévő gyógyulás, az új szövetség, az az erő, ami a Szent Szellem, ami Isten, hogy tényleg járjunk Jézus Krisztusnak az igazságában. Én erről tanú tanúbizonyságot tudok tenni, hogy Jézus Krisztus igazságában járok 13 éve, hiszen tudom, hogy lehet nem járni, illetve lehet talán még járni is nélküle, de én nem tudtam járni nélküle. És akkor ott kaptam kegyelmet, hogy a imádkozás után át tudtam venni a gyógyulást is, és egy év kemény imaharc volt, meg újjászületés, fürdő, megkeresztelkedés, bemerítkezés, a bibliai jellemnek a teljes átformálás, egy jellemváltozáson mentem keresztül, nem csak a húsban, tehát az izmokban, hanem a lélek területén is kapott értelmet az életem, ez az evangélium, Istennek a királysága, Jézus Krisztus, ez a célom, minden másodpercbe, hogy mindenki meghallja, hogy Jézus Krisztus él, ma is szabadít, ma is gyógyít, és az olyan összetört életeket, ami az enyém is volt, amit talán már, mint a por, még annyit se ért, mert még az föld se fogadott be magába. <laughs> ma ez is gondolkodtam, hogy az embernek a bűnös volt, az tényleg azért van, mert hogy még nagyobb legyen a kegyelem, és el tudja fogadni a megváltást. Egy év múlva visszamentem Dr. Jakob Gábor főorvoshoz, még hozzá tenném, hogy annyira jól lettem, hogy József Pásztor vett nekem hitáltal egy úszodabérletet, és elmentem az úszodába úszni, mint egy ilyen nyeletlen balt, de sikerült, az első pár ö, méter után áttört a kenet, és, leúsztam leúztam húsz és még az úszómester is megszért az úszodába, meg voltak döbbenve, hát azért az a hatalmas sérülés a hátamon látszódott. Úgyhogy visszamentem egy én vagyak a főorvos úrhoz az ucsóki kórházban, nem hallottam még a hangomat, fölhívtam telefonon, hogy eljönnék hozzá, és hogy bizonyságot szeretnék tenni, hogy élek és jól vagyok. Nem akart elhinni azt, hisz, hogy elvittek valami magánklinikára diagnózis után, és ott haltam meg valahol külföldön és bementem az Uzsöki utcai kórházba, és meglátott állva az ajtójában, hogy nem látott még, hogy én ott állok, meg egyáltalán azt hittem, hogy meghaltam, és beengedett, és megvizsgált, és beszélgettünk, elmondtam körülbelül ugyanígy ezt, amit most itt önöknek, vagy nektek, és leküldött a klinikai pszichiáterhez, ahova lementem, és akkor mondta a klinikai pszichiáter, hogy nem, tud, tehát nem, nem, kompetens a gép, a nevem benne, meg az, hogy én most ott ülök élve előtte, és mondta neki a főorvosról, hogy ne foglalkozzon vele, csak vizsgáljon meg, és hogy átmentem ugyanazokon a vizsgálatokon, nyilván egy pszichiáter vizsgálatain, és a konzílium és az orvosi konziliumtól kaptam egy papír dr. Jakab Gábor főorvos pecsétjével a következő diagnózis a szklerózis multiplex, hogy csoda történt, és hogy e, euh, panasz tünetmentes vagyok, és a következőt írták le, hogy hirtelen befolyás hatására a világnézete megváltozott, megtért tudatállapotba került, Judeo-keresztény, közvetlen Isten kapcsolatban áll, a híd gyülekezetének az aktív tagja, panasz és tünetmentes gyermekeit egyedül neveli, munkaképes és javasolt a hosszú távra az úszás, és vagy bármilyen mozgás, úgyhogy nekem van egy rendes repecsét a kórházi papírom is arról, hogy van közvetlen Isten kapcsolat, és Isten él, Jézus Krisztus él, és a Szent Szellem végrehajtja azt, aki hozzá kiáll, Jézus Krisztusnak van az ígéreteket és az áldásokat. Úgyhogy 13 éve egészséges vagyok, 13 éve munkaképes vagyok, dolgozom, és nagyon hálás vagyok azért, hogy, hogy így, így a szentek gyűlésében, a gyülekezetében, azon a jelen formáláson át tudtak segíteni a pásztorok és a testvérek azzal a sok munkával, imával, bőtel, amit értem tettek. Soha nem fogom elfelejteni. Nagyon szeretem Jézust, és nagyon köszönöm, hogy kaptam erre lehetőséget, hogy élve elmondhattam, hogy, hogy él, és Istennek van fia, él Jézus Krisztus. Hát ez fantasztikus volt, Adrián, és nagyon örülünk, hogy elmondtad a történetedet. És ez a történet, ez egy igaz történet, amit az Adrián elmondott, ő ezt átélte. Én is a tanúja voltam annak az eseménynek, amikor bementünk a Adriennek a lakásába, és ott voltak szegény gyermekei elkeseredve, Adrien bénán feküdt az ágyba haldokolva, és emlékszem, hogy a barátnőd, a Diana hívott el oda hozzátok, és ő is megdöbbent, amikor látod Isten, mit cselekedett veled. És utalt is az Adrián arra, hogy nehéz volt neki Jézus nevét kimondani, sőt, hát mondta is, hogy ő nem fogja kimondani ezt a nevet. Mondom, akkor viszont mi megyünk, te meg meghalsz, mert ez a név tud rajta csak segíteni a Jézusnak a neve. Más név nincs az emberek számára, aki tudna nekik segíteni, csak a Jézus Krisztus neve. És akkor mondta, hogy akkor inkább hitáltal kimondja. És hogy kimondta, így nagy erővel lejött Istennek az ereje, és megérintette Adriánt, és a lábán kikísért minket az ajtóig, az a személy, aki előtte kilenc hónapig az ágyában nem bírt megfordulni. És Isten így megérintette őt. És valóban az az ötletem jött, hogy a szegény igaz, hogy már mozog, de azért jól lenne a vízbe egy kicsit tudna tornázni, ott könnyebb a mozgás, mint a szárazföldön, és akkor az így vetünk neki berletet, bérletet. És egy folyamat volt Adriennek a teljes gyógyulása, körülbelül egy évig tartott talán, ez a betegség is próbált visszalopakodni, -vissza de Adrián nagyon bátor hittel enne, ellenállt ennek. És emlékszem, hogy még a gyülekezetben a vízkerességre is úgy jött Adrián, hogy ketten fogtuk a feleségemmel, és úgy segítettük bele a vízkeresztelő medencébe, akkor még az egyik szemére teljesen vak volt, a másikra félig, és amikor megkeresztelkedett, utána levő napon visszajött a látása is. És milyen hogy nem az Adriánt kellett eltemetni nem az ő régi bűnös természetét kellett eltemetni, és a betegséget kellett eltemetni, és a fájdalmat, és ő neki Isten pedig visszaadta az életét. És Jézus Krisztus ma is ugyanúgy gyógyít, szabadít, csodákat tesz. És most, hogy már 13 év távlatából itt ül Adrian egészségesen mellettem, ebből is látszik, hogy Jézus Krisztus maradandóan meggyógyította őt, és ő is gyógyít, ő is ki, kiutazott aztán Izraelbe, ott is holokauszt túlélő nénikre segített vigyázni, és más emberekkel is sokat imádkozik Adrien is, akik betegek, szükségbe vannak, és egy olyan történetet szeretnék a Bibliából megosztani veletek, ami az első csoda volt a pünkös után, amikor Péter és János mentek a zsidó templomba imádkozni. Péter és János pedig együtt mentek fel a templomba, imádkozás órájára kilencre. És hoztak egy embert, aki az ő anyjának mélytől fogva sánta volt, kit minden nap leszoktak tenni a templom kapujánál, miért ékesnek neveznek, hogy kérjen alamizsnát azoktól, akik bemennek a templomba. Ez mikor láttad, hogy Péter és János a templomba akarnak bemenni, kért őtőlük alamizsnát. Péter pedig, mikor szemei ráve, szemeit rávetette Jánossal együtt, mondta, nézd mi ránk. Az annak okáért figyelmezett rájuk, remél vagy valamit kap tőlük. Péter pedig mondja, ezüstöm és aranyam nincsen nekem, hanem amin van, azt adom neked. A názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. És itt jobb kezénél fogva fölemelte. Azonnal megerősödtek az ő és bokái, és felszökvén megállt és járkált, bementő velük a templomba, járkálva és szögdelve, és dicsérve az Istent. És látta őt az egész nép, hogy jár és dicséri az Istent. És megismerték őt, hogy ő volt az, aki Alamiznáért ült a templomnak ékes kapujában. És megteltek csodálkozással és azon való álmélkodással, mi történt vele. Mikor pedig ragaszkodott Péter ez és Jánoshoz a, Jánoshoz a Sánta, aki meggyógyult, az egész nép álmélkodva futott össze hozzájuk a tornázba, mely Salamoninak neveztetik. Mikor pedig ezt látta Péter, mondja a népnek, Izrael férfiai, mit csodálkoztok ezen, vagy mit néztek mi ránk, mint a tulajdon erőnkkel, vagy gyáborságunkkal műveltük volna azt, hogy ez járjon. Az Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak istene, ami atyáink istene megdicsőítette az ő fiát Jézust, és akkor itt kiadjuk néhány verszakot, és a 16-tól folytatom, és az ő nevében való hitáltal, Erősítette meg az ő neve ezt, a ti láttok és ismertek. És a hit, amely ő általa van, adta neki ezt az épséget, minnyáján a ti szemetek láttára. Tehát ezt a csodát, amit Adrián átélt, hasonló módon átélte ez a sánta ember is, akit a templom kapuba tettek le, hogy ott kolduljon. És kicsit a mindannyian önök vagyunk, hogy koldulni akarunk Istentől. Ott a templomnak a kapujába letesznek minket, vagy oda megyünk, és akarunk valami kis alamizsnát kapni. De Isten nem alamizsnát akar adni neked, hanem örök életet. Gyógyulást, szabadulást, helyreállást. És látjátok, hogy ezzel a csánta emberrel is mi történt. Alamizsnát várt, de Péternél nem volt ott a pénztárcája. Mit mondott, hogy az aranyom ezüstöm nincsen, de amin van, azt odaadom neked a Jézus nevében kelj fel és járj. És lehet, hogy te neked is vannak hiányaid, vannak szükségeid, vannak nehézségeid, de nem szabad, hogy ezek a nehézségek elszakítsanak az Istenbe vetett bizodalmattól, hanem szánd oda magad, hogyha ha nincs is reményed, hogy kapjál valami akkor merjed a legnagyobbat átvenni Istentől, a valódi csodádat, amire szükséged van. És, és, a Jézus nevében kelj föl és jár, mondta neki Péter és János. És megfogták a jobb kezét, és létrejött a kontakt, a szentleg beleáramlott a lábaiba ennek a sántának, és megerősödtek az ő bokái, és utána befutott a templomba, dicsérve az Istent, és amikor <kül> kijött onnan, akkor ragaszkodott a Péterhez és a János az a sánta ember. És nem hagyta őket el és az Adrián is nagyon ragaszkodik a gyülekezethez, hozdánk is, akiken keresztül Isten megsegítette, meggyógyította őt, és ő is, mint ez a sánta, nem hallgatja az emberek elől, hogy mit tett vele Isten, hanem mindenkinek elmondja Adrián, hogy mit cselekedett vele Jézus Krisztus. És minden embernek a Jézusba vetett hit által van lehetősége. Neked is a Jézusba vetett hited által van lehetőséged, hogy megmeneküljél hogy te is meghagyod a te csodádat, megkapjad a te gyógyulásodat, megkapjad a te épségedet, Jézus nevébe vetett hitáltal. De ezért mondja itt a Biblia, hogy bánjad meg azért a te bűneidet, és térjél meg a bűneidből, hogy eltöröltessenek a te bűneid, és eljöjjenek a felüdülés idejűi az Istennek a színétől. És Jézus Krisztus pedig elküldte a mennyből az Atya a te számodra is. Hogyha hiszel benne, akkor neked is örök életed legyen. És szeretnék egy imát is elmondani, egy olyan imát, amit az Adriennel együtt mondtunk el annak idején, ott a beteg ágya mellett. Lehet, hogy te nem beteg ágy mellett vagy, hanem ott ülsz az asztalodnál, vagy a mobiloddal, a kezedbe, vagy az iPad-eddel, vagy pedig éppen csak valahol ülsz a lakásodba, de milyen jó, hogy most velünk tartasz, és most hallod ezeket a életmentő szavakat hogyha van hited neked is Jézusban, akkor ne az alamizsnát várjad, hanem a Jézus nevében kelj fel, és járj. És ne akármerre járj, hanem a keskeny úton járj. Jézust kövest, Jézussal járjál. És most egy imád szeretnék elmondani, amiben együtt fogjuk segítségül hívni Jézust. Te is segítségül hívhatod velem együtt. Mert ő az, aki megbocsájtja minden bűnödet. És ő az, aki meggyógyítja minden betegségedet. Így szól ez az ima. Mennyei atyám, mondd utánam te is, mennyei atyám, az Úr Jézus nevében jövök eléd, és köszönöm neked, hogy a te egyetlen fiadat Jézust elküldted a mennyből, és ő emberré lett, és meghalt értem a Golgothai kereszten. Én beismerem, hogy bűnös ember vagyok. Kérlek, bocsásd meg az én bűneimet. Most meg Jézusat a véreddel. Vedd el az én kőszívemet, adjál nekem egy új szívet. és Az új szívembe írd föl Jézus a te élő beszédedet. És én elfogadlak téged, Úr Jézus, személyes Uramnak, Istenemnek, megváltómnak, szabadítómnak és gyógyítómnak. És téged foglak követni. A Jézus nevében. Amen. Amen. Isten áldjon meg, és kövesd Jézust!